Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Car Survival Tropical Island folytatása. Megyünk, mert van. Mi van még itt? Nem sok minden. Egy kis víz nem ártana kutyának is. Egy technikailag nekünk sem. Aztán kaja kéne még, de mondjuk most rövid távon megleszünk másnap reggelig. Aztán valószínűleg majd rámegyünk újra akármire. Szágó. Majd sütünk egy vagy két adag szágót. Sőt, igazából szerintem most megsütjük már is az egy... ez kipusztult, vagy... vagy elvittem. Oké. Okay. Felteszem, ez volt, hogy ez elfogyott. Meglátjuk, hogy mi kell hozzá pontosan. Bot, kötél, kés. Jó, kés az van. Kötél előbb-utóbb lesz, és felmerült egy terv, ami aztán elveszett a függőágy, kötél, nagy ruha. Hát lehet, hogy van is, csak nem csináltam meg végül. Jó, hogy állunk kötelekkel, meg ruhákkal. Kis kötél, vagy kis ruha. Végül is alapanyagnak jó. Kötél majd kell, ezek szerint kettő is. Van-e már? Van. Megcsináltuk, vagy csak valahol elraktam? Vagy még nem csináltuk meg, de jó lenne, ha meg lenne. Oké, mennyi idő, amíg megcsináljuk? 45 perc. Oké. Lehet, hogy a majom ellopja. De akkor cserébe jön majom, úgyhogy annyira nem katasztrófa egyébként. Szerintem még kettőt megsütünk. És akkor addig készítünk kötelet, illetve nem is kötelet, hanem ilyen fonatot. Oké, megyünk. Az egy picit túlmegyünk, de belefér. És akkor végre alszunk. Van-e száraz levél? Van, mert ahogy túl sötét van hozzá. Akkor reggel ne felejtsük el majd egy kicsit. Kell az nekem? Mert igazából megcsinálhatjuk szerintem azt a függő ágyat. Ha kapod, hozott egy egeret, de azt igazából magának hozta. Ebben megegyezhetünk. Ezt egyenlőre elrakjuk a kajazsákba. És akkor... kell két kötél, amihez kell két ilyen bogyó először. Azzal megcsináljuk a jobb lándzsát. Kell egy sima kötél. Az a legegyszerűbb rész, abból sose lehet elég. Oké. És ezt válra tudjuk dobni. Ezt a kötél, vagy ezt a nyakláncot szerintem tépjük szét, mert akkor nem veszítjük el a cuccokat. Nem mintha nem lenne elég belőle. De azért az még így egyszerű. Visszakapunk mindent ilyenkor, úgyhogy csak újra kell csinálni. Oké. Egy a kutyának, egy ide, maradék vissza. És akkor van még itt egy
egy balta, igény, egyúttal kaja. Itt a baltánk helyes, nem ezt akartuk, de nem gond, kijöttünk vele. Jó, hogy kiszúrtuk, mert így itt garázdálkodott. 70%-on van, úgyhogy majd nem túl hamarosan jön a következő is belőle. Jó, szövőszék. Mi kell neked? Egy nagy ruha, meg két kötél. Az nem is kevés. Jó. Nagy ruha nem olyan vészes, azt hiszem, bár fene tudja, azért a nagyon nagy ruha az elég sok meló lesz. Hát nem biztos, hogy olyan jól fogunk haladni azért a mai nap. Azzal a lendülettel jöttem, hogy hát ezt egy nap alatt összedobjuk, annyira azért nem gyors, főleg a két kötélről beszélünk. Egy kötél az még belefért volna, de most már nagyon az a kérdés, hogy elég-e egyáltalán a kígyófű. Jó, megvan a kötél. Akkor már csak a ruha kell. Ebből tudunk két ruházatot előkészülni, mondjuk cserébe elég jól nekiállunk akkor a szabás témakörnek, és akkor legalább abba gyakorolunk. Egy közepes, egy nagy. Akkor már csak egyel nagyobb kell, nem olyan vészes, ahhoz képest, hogy állunk vele, hogy állhatnánk vele. És akkor nem is kell már a, hogy hívják, a fűágy. Jó, a nap elment rá. Jó, még van elég ahhoz, hogy azért egy éjszakát kihúzzon. 30 perc jó, de azt meghagyjuk, mert mangrovéba elugrunk halászatért. Vagy meghalunk. Van lányzsánk legalább. Úgy kezdődik, hogy megharap. Lehet, hogy menekülni kéne. De szeretném végre a jó fegyver... Ah, az alakul. Nem. Ez még mindig nagyon kevés. Jó, miután úgy kezdődik a harc, hogy megharapott, az azért onnan már jól nem jöhetek ki. Onnan már nagyon jól nem jöhetek ki. Nem egy minőségi halászat. Megkockáztassak-e még egy halászatot? Nem jött be, de megkockáztatjuk, és a maradék 4 perc alatt elindulunk, és akkor visszaérünk. Ha jó, ha nem jó. Na, ezt betoljuk. Két halat megsütjük. Aztán utána elkezdünk foglalkozni a sebeinkkel. Van itt egy, meg itt kettő, hát ez nem sok, mert összesen 6 seb van. 6 seb várja a helyét. Jó, van-e még? Technikailag egyet tudunk készíteni, meg igazából egy másodikat is különösebb gond nélkül. A fájdalomcsillapító meg kell, mert az nem működne anélkül.
Azt hiszem van hamu valahol. Elég sok. Inkább azt mondom, hogy elköltünk rá. Nem jó, de inkább elköltünk rá. Oké, akkor viszont azon a helyen is jön a szörnyéke. Nincs biztosíték. Nincs menedék. Oké, ki tudjuk-e mosni magunkat, mert annyit az nem ártana. Ez azt hiszem mindjárt megvan, igen. Jó. Két veszélyesebbet mossuk ki, mert az a problémásabb. Jó, legalább kimostuk őket. Annyira nem vészes a helyzet, mint lehetne. Összességében. Kezdjen el vizet gyűjteni, igazából ez is, bár nem kritikus. Jó, és akkor most még egy simát alszunk. Aztán meg meglátjuk. Kajásak leszünk reggelre. Igen, csak kajásak. Technikailag azt most már nem fogom eldobni. Van egy, és ez viszonylag jól kihúzza. Kicsit fázunk, de mondjuk az a legkisebb bajom. Miért fázunk ennyire? Ja, mert még kora reggel van. Majd napközben ez már nem lesz ennyire vészes. Nyilván, ha lenne valami páncélzatunk, az segítene. Jó, és akkor ez maga az ágy, amit le lehet szedni, ha kell. Oké. Akkor azt alapvetően ide rakjuk, ez megmehet itt valahol nagyon messze, mert mostantól nem érdekes. És akkor van legalább egy nyomokban minőségi ágyunk. Menjünk át a mandula ültetvényre. Már akkor ott tudunk rengeteg kaját szedni, és kell. Mint látható. Nem fogjuk szeretni. Ó, vihar. De mondjuk legalább eljutunk oda, hogy nem üres gyomorral állunk. A hideg az innen már gondokat jelent. Az sem majd kell az ágy. Van még egy mandulafa. Most már szerintem leszedem. Ja igen, most a tengerparti probléma jön. Azt mindig elfelejtem. Ez halad azért. Azt nem azt mondom, hogy jól, de halad. A vihar alatt nem fogok tudni menni a tengerpartra, se így, se úgy. Úgyhogy... Hát ezzel menjünk vissza. Egyelőre bedobáljuk ide. Ja, a kettőt azt akkor feltörjük és megesszük. Annyival legyünk beljem. Jó, gyakoroljuk egy kicsit. Volt itt valahol egy lányzsánk is, ugyanerre a feladatra. És kell a... Kell a tábortűz. Jó. Akkor most már lassan itt az ideje, hogy meglegyen a ház. Mert nem állunk túl jól. Jó. Kapsz te is egy vizet, ha eltaláljuk. Aztán ezzel lépjünk egy kis időt.
Nem ez kellett volna. Van fonunk, viszont van, hogy hívják, helyben növény, azt kitermesztettük. Szerintem ültetünk belőle. Ja, na. Hogy hívják? Remélem ezzel valódi kaját nem pazaroltam. Jó, és akkor... Tudunk-e csinálni jobb lándzsát, halász lándzsát, ahhoz kéne még jobb lándzsat ismeret. Jó. Nem az, és oda meg nem tudok kimenni most. Oké, akkor honnan lesz kajám? Című. Örök ma probléma. Ehetünk kavát, de az nem igazi. Egyébként hülye vagyok. Van egy egész fánk erre a célra. Nem a legjobb kaja, de van. Jó. És akkor készítsünk kötelet addig. Amíg ezt elkezdjük megenni. Hogy állunk? 30% a kicsiken. Sőt, még jobb némelyik. Oké. Kell úgy is. Ezt a fél fát most meg fogjuk enni. Eddig bírtuk. De mondjuk nem állunk már olyan vészesen. Kicsit... Oké... Okay. Szedjük ki a kavát. Remélem ezt most nem égettem el. Még nem, de azért közel voltunk. Oké, okay, a kavát próbáljuk rendesen megcsinálni. Ahhoz kell... Na, mondjuk igazából egy elég. Mert a másikat egyenlőre úgyis csak... Ahogy ezt hideg vízbe rakjuk. Igen. Jó, és akkor ez ilyen fájdalomcsillapító, meg mi egyéb. Van valamennyit segít alapon. Jó, igen, csak kajások vagyunk, de most az a rész az hozzátartozik ehhez a munkához. Jó, tábortűz kell a viharhoz. Hamura viszont szükségem lenne, úgyhogy meggyújtjuk, kiszedjük a cuccot, visszarakjuk a tüzet, és némi fával megetetjük. Oké. Abból csinálunk egy újabb kötést. Azok már jobban állnak. Mondjuk nem ártana kitisztítani őket. Ha már esik, akkor arra jók vagyunk, hogy van tiszta víz. Ennyivel vagyunk előrébb. És akkor lassan tényleg kéne a fa, a ház. Oké. Okay. Valahonnan szerzünk majd fát, nagy fákat. Hozzá. Én nem tudom honnan, de majd valahonnan csak szerzünk. Ezt akkor viszont dobjuk be, ha már erre járunk. Két mandulát addig megtörünk.
Ezt mondjuk ide. Mondjuk ide. Oké, vihar abba maradt. Viszont most mindjárt este lesz, hát így jártam. Ebből is elegünk van. Egyébként azt nem kell tovább tűz. Jó. Mossuk ki a maradék sebeket. De majd, sőt, a 2%-ra nem is erőlködünk. Oké. Szerintem gyakorolunk egyet a lándzsával. Annyival legyünk beljebb. Nem sok, de picit. Kutyának akarunk-e adni valamit? Ez a Snake Grass, ez nem áll túl jól, hogy őszinte legyek. Legalábbis nem tűnik úgy, hogy jól állna. Pedig illene, hogy jól állja. Hát nem igaz azért. Félig, körülbelül fél tempóban ő ehhez képest, és utána még a teljes halálzónája ott van. Jó, tudunk még valamit csinálni, nem sokat. Kicsit iszunk. Meg szerintem szedünk még egy-két kötelet. Azzal előrébb vagyunk, az éjszaka nyilván alszunk. Idegen bogyó még nem nőtt vissza. És akkor meg ki fogunk menni a mangrovéba, mert ott majd tudunk rendesen halászni. Másnap. Nem érzem magam jól. Nem mondod. Az immunrendszerünk nem áll jól. Pedig állhatna jól is akár. Oké, akkor egy antibiotikumot is betolunk. És hát majd később egy másik menetben ezt jóval óvatosabban kell, mert mindez nem áll majd a rendelkezésünkre, ugye? Valószínűleg. Ja, hogy mindjárt hányni fog, és az a gondja. Akkor mit csináljak veled? Látom, hogy bajaid vannak, de... Próbáld elviselni azt, hogy élsz. Vagy nem is tudom, hogy mondjam. Madár az jó. Ígyunk. Aztán mi kell nekem? Vagy csinálunk egy kis tábortüzet. Mi kell még nekem? Mondjuk két fa. És azzal beesszük magunkat a mangrovéba. Milyen kaján van? Azt a kettőt megesszük. Azzal egyúttal akkor elegünk van. Jó. Ez nem annyira fér bele. Mindegy, szállíthatjuk. Ezzel átugrunk a csapdákhoz. És utána megyünk mangrovézni. Egyikben van valami, ha jól látom. Nem egy minőségi valami, de van. Az egyel előrébb vagyunk a kajákhoz. Fene tudja. Vegyük vissza, amit tudunk, csak hogy annyival segítsük az utazást. Lehetett volna a levelet is. De mindegy.
Oké, aztán kell nekem. Ezt berakjuk a zsákba. Négyet viszünk már mondjuk, meg két, hogy hívják ott. Oké, és akkor nem ezt csináljuk, hanem a kicsit. Jó. Kellett volna hozni egy, hogy hívják ott. Ja, hogy ezen egyet tudunk egyszerre főzni. Hát akkor wood shaving. Tényleg egyébként a kutatást nem kéne abba hagyni. Juhú! Oké, az már megvan. Azt főzzük meg. Igazából ezeket vissza kéne majd vinni. Oké. Ezt hámozzuk meg, aztán együk meg. Aztán fürödjünk. Aztán ezt tegyük meg. Alakul. Tudunk egy kis kődobást gyakorolni. Kötés lejött. Így állnak egyébként a sebeink. Egyik mindjárt meg lesz, és még kettő relatív jól. Az immunrendszer az rendeződött. Hogy áll ez a nyavaja? Amíg dolgozunk rajta. Oké. Azt nem kellett volna. De az inkább csak ilyen morál probléma. Merülés. Fáradtak vagyunk, az belefér. Szedjünk egy ilyet, olcsuk el. Szedjük ki a hamut. Rakjunk be. És akkor lesz hamu, ezt mindenképpen majd vissza kell vinni. Valószínűleg igazából mindent innen érdemes visszavinni. Jó, még egy nagy kígyó, az nem rossz. Ágy, az most nem sürgős. Lehet, hogy azért nem volt érdemi fejlesztés, mert a legtöbb... Ó, tényleg. A másik, a csirke megvan, ahhoz mi kéne egyébként? Két cucc, madár, meg valamilyen zöld. Jó. Ez nem is olyan vészes. Támozzuk meg a kígyót. És utána a kérdés, hogy megkockáztatunk-e egy felderítést. Oké, és így nem is volt rossz. Jó. Akkor addig tudunk egy kis rákot főzni. Egy kis csöndes eső. Picit pihenünk. Eszünk egy rákot. Összetörjük ezt. Mert azzal előrébb vagyok. Megesszük a rákot. Halászunk. Szoknya megpunnyad. Azzal majd valamit teszünk. Oké. Aztán próbálunk halászni még mondjuk kétszer. Nem jött be többet. De mondjuk gyakoroltuk legalább a halászatot. Ebben ugye nincs semmi. Nincs. Jó. Ezek nagyon jól állnak.
Hát még igazából a tollakat is elvisszük, nem mintha kritikus lenne, ezt a kettőt meg ha elveszítjük egy következő viharba, azért annyira nem fogok küszködni. Vissza. Oké, a hamu az teljesen jó, tollak szintén hasznos valahol. És meg kéne egy fűszoknya, de az már legközelebbre marad, úgy érzem. Kígyót meg kéne főzni. Oké, és megpirítjük mellé, ahogy hívjákat. Mandulát. Egyik mandulát. Meg szerintem két szágot még főzünk mellé. A madarat azt valamikor elfogyasztottuk. De kell egy víz, neki kell egy víz. Valami kéne a kutyának, hát a kégész kígyót nem fogom odaadni neki. Annyira nem vagyok jókedvű. Az egy kicsit extrém ajánlat lenne. Aztán szerintem hámozunk köteleket. Egy megpusztult, megvan a hal. Sózzunk, bár nem hiszem, hogy lesz olyan opció, hogy én sót pazarolhatok erre. Oké, lássuk. Arra szerintem egy hamut földobunk. Arra meg nem kell már segítség, az lejár magától, 1%-ra van a befejezéstől. Mosni viszont kellene minket. Oké, ezzel tele vagyunk. Egyszer legyen egy állapot jól. Kérdés, hogy a másik kettőt kell, mert azt a kettő azt tiszta ki, hogy kell, azon nem kell vitatkozni. Igazából arra a kettőre nem árt. Ha kimossuk őket, segíteni fog. És akkor kis túlzással még itt este lejár. Talán, és akkor azért egész jól állunk. Jó, innen tudunk szedni egy adag hamut. És lassan kéne tűzifa is. Volt idő, amikor abból rengeteg volt. Na, egyen meg vagyunk. A kavát viszont ígyük meg. De ahhoz egy minél telibb kellene. Azzal járuljunk hozzá a fájdalom szintünkhöz. Na, teljesen jó. És ennyi belefér. Kicsit pacsizzunk a kutyával. Talán segít a morálon. Nem valójában. Bár felteszem, a fő gondom most az, hogy álmosak vagyunk. Újra nehéz. Komoly eső. Egy kis meditációval hátra segítünk magunkon. Vihar. Plusz nőtt az idegen bogyó. Kaptunk egy madarat. Az jó, mert akkor azt, ha nem felejtem el, legközelebbre akkor lesz belőle egy csirkés szendvics. Egy teljesen jó csirkés szendvics. Az idegen bogyót azt viszont kivágom, mielőtt elfelejtem. És azzal nagyjából zárunk mára.
Mert az nem lenne mókás, ha azt kimagynám. Majd főzni kell még egy-két szágót a csirkéhez, de az belefér. Úgy is kell a vihar miatt a... Hogy hívják? Tűz. Aztán majd valahol el kell mennünk egy nagyobb adag valamiért. Fal vagy ilyesmi. Ez ami nekem itt most még kéne. Azt szerintem bedobjuk ide. Mennyire áll rosszul? Hát... Azt hiszem a növény életereje az elég lassan fogy, tehát valójában azt fogja megmenteni, de szűkös. Na, maradjunk ennyibe. Egyelőre még nem eszem meg, mert akkor további éhséggel küszködünk. Jó lenne, ha ezt a kettőt legalább lejáratnánk addig. Na, hát innen fogjuk folytatni, mára ennyi.